A Rotary Klub egy évben 3 futást szervez, a tavaszi, az őszi és a téli események bevételéből a legtöbb futót megmozgató iskolából visznek el diákokat egy egynapos kirándulásra. Vasárnap is sokan mondtak igent a hívószóra, ráadásul az időjárás is a szervezőkkel volt. A nevezők 3 táv közül választhattak, lehetőség volt 1, 2 vagy 3 szigetkört megtenni. A mezőnyben a bajai diákok mellett több helyi sportegyesület vagy civil szerveződés képviselői is jelen voltak. Azt gondoltuk, hogy mivel egy jótékonysági rendezvény, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos mindenkinek, hiszen az ifjúság is jelen van ebben az eseményben, azt hiszem, hogy mi is ezzel is próbáljuk azt közvetíteni az ifjúság és baja ifjúsági felé, hogy mi is itt vagyunk és képviseljük magunkat, hiszen ez egy nagyon nemes ügy. És a futás, a sport is nagyon fontos mindenkinek, és hát nekünk is. A futás szervezését ismét a Borbély Miklós által vezetett Mozdulj Baján csoport vállalta magára, akik már többször segítették a Rotary rendezvényeit. Ezúttal is jó hangulatú versenyt hoztak össze, a pályán frissítő állomás, a célban befutó érem várta a nevezőket. A futások lebonyolítása után egy hátrányos helyzetű iskolát fogunk elvinni, körülbelül 17 főt egy kirándulásra, aminek reméljük, hogy a utazási élményen kívül valami olyan hasznos célja is lesz, ami fejleszti a tudásukat, és élményt is fogok hozni számukra. A szervezők a korcsoportonkénti 3 legjobb helyezést elérő futót külön is díjazták. A Rotary Klub bajai csoportja az idei évben még egy alkalommal rendez versenyt, ami a hagyományos szilveszteri futás lesz majd az esztendő utolsó napján.